Újra Sárospatakon tartott nyári tábort Kovács Magyar András. Ismerik őt, táltosként, gyógyítóként sokféle jelzőt ragasztanak rá. Ő maga azt mondja, hogy a világ azon dolgait mutatja meg a kíváncsi embereknek, amelyeket nem tapasztalnak meg a hétköznapokban, vagy ha tapasztalják is, nem ismerik fel a helyzetet. András azt vallja, hogy a legfontosabb az őszinte és nyitott tudat, amelyet fejleszteni kell. Lehet elfogadni vagy tagadni az ő elképzeléseit, minden esetre az Egyesült Államoktól Ausztráliáig vannak emberek, akik miatta tesznek meg hosszú utat, hogy tanuljanak. Sárospatakon is több mint 100 ember volt a táborában. Az ember gondolatait, érzéseit, energiáit, kapcsolatait az ember lelkét tárja elénk, és ennek a tudati hátterével ismertettük meg a tanítványokat. Valójában egy tudatfejlesztő tábor a mostani. Foglalkozunk a tudatossággal, az emberi elmével, az emberi logikával, a logikátlan, logikus és logikán túli dolgokkal, az időn túli, az időbeli és az időn túli, vagy úgy is mondhatnám, az idő előtti dolgok megállapításával. Egy-két évente sikerül újítást elérni a technikájával. Idén a tudatosságon túl a mezőgazdaságban alkalmazható készítményekről beszéltek még. Agrárszakemberek, mérnökök voltak jelen, hogy beszámoljanak tapasztalataikról. A minőségi életnek ugyanis a minőségi élelmiszerek az alapjai. Az elmúlt években fantasztikus eredmények születtek az embereknél. A lelki problémák megoldásába, a tudatosodás fejlesztésével, és most egy kicsit visszanyúltunk a növényekhez, állatokhoz, hiszen ha az általunk elfogyasztott állatok, növények nincsenek kezelve, nem tökéletesek, akkor mi hiába teszünk meg bármit is, hogyha bevitt táplálékkal fals információkat viszünk be. És lehet egy kicsit ezek bonyolultnak tűnnek, vagy nagy szavaknak tűnnek, de trivialitások, nagyon egyszerű dolgok ezek, csak egy új fogalmi rendszerhez kellett nyúlnunk, egy új látásmódot kellett megközelítenünk, ami a tudat, a tudatosság, az elménk ereje, a gondolataink ereje. Az András által bemutatott lehetőségek újszerűek, használatuk az élet szinte minden területére kiterjed, ahogy fogalmazott, az információk eljuttatása és befogadása a kérdés, gondolatainak megértéséhez pedig nyitottságra van szükség.